azért is szeretem az A38-on játszani, mert ez egy nagyon régi kapcsolat. 2006-ban ők voltak az első budapesti klub, aki bennünk vidéki EGRI zenekarként hittek, és azt mondták a srácok, gyertek, játszatok, megnézzük, hogy mi lesz ebből, és utólag is köszönjük a hajónak, hogy hittek bennünk, és azóta töretlenül évig több koncertet adunk, nagy részt teltházzal. Akkor a tetőfokára ér a buli, hogy megmozdul alattunk valami, akkor jövünk csak rá, hogy valójában hol is vagyunk. Én mindig szerettem az A38-ra jönni, végül is a magyar zene egyik úszó katedrálisa, hajója ez, akárhogy is mondom. Oda pedig az ember azért szeret bejárni. Még akkor is, hogy előtte egy fint roll metal banda harcolja le a hangosító berendezést. Szerintem egy jó koncertem ez elkészítéséhez nagyon fontos, hogy nagyon jó legyen a hangtechnika, amit adott, nagyon jó legyen a helynek az adottsága, akusztikai adottságai, az is adott, nagyon profi legyen a személyzet, az is adott, és jó legyen jó a hangulat a helynek, és az is adott. Életem legnagyobb élménye az, hogy miközben a színpadon nyomta a zenekar, én kipróbálattam azt, hogy milyen body surfezni. Ez a kerekesben, ez az A38. Az ország egyik legjobban felszerelt, legjobb klubjáról beszélünk, bátran kimerem jelenteni. Nagyon jó a személyzet, nagyon szeretünk itt dolgozni, és én úgy érzem, hogy a zenekar is nagyon jól érzünk fel, és remélem ez az anyagon, ami most kijön, az átfogjuk. Az A38 a számomra egy olyan koncerthely, ahol az ember sokkal jobban izgó, sokkal jobban beleképzelni az apró hibákat az elektronikákban, a hangszerűben, és ahogy ez történt is az egyik koncerten, hogy a koboznak a hangszedője az a beálláskor bekerekvált, és kétségbe esve ültünk be a buszba, mentünk el a Dohány utcai hangszerboltba, külön megkértük telefonon őket, hogy tartsanak már nyitva még tovább, mint ahogy megérkezünk, mert koncertkezdés van, és tényleg segítettek is. Kaptunk egy olyan tipikus hangszerűt, ami kellett, visszaértünk, és nyomtunk egy óriási, fantasztikus koncertet. A kerekesbanda a rajongók szerint általában tényleg koncerteken üt igazán, úgyhogy ezért is örülök, hogy végre egy élő lemezzel állunk elő. A stúdió lemezeket nagyon szeretjük, a stúdióban dolgozni élmény, de az élő koncert az mindig egy újat hoz, tele improvizációval, és hiába, hogy lassan 10 éve játszok a Csángó Bubit, szerintem 2-szer még nem adtuk elő ugyanúgy, úgyhogy végre a rajongóknak lesz egy olyan lemez, ahol meghallgathatják azt az egyedi, egyszeri verziót,